hogyan láttad a meccset? Az utolsó negyed az nektek nagyon rosszul indult. Mivel láttad a lapokat? Hát nekünk szerintem a mérkőzés is rosszul indult, nem csak az utolsó negyed. Aztán végül is visszajöttünk a mérkőzésbe, elkaptuk a ritmus, de inkább egyéni teljesítményekkel, tehát nem jár a labda meccsek óta, igazából nem tudom, hogy ez hogy fog változni, mikor fognak az emberek rendet tenni a saját fejükbe. Akiknél van a legtöbb labda, ők nem tudom, hogy mit szeretnének a labdával csinálni, hogyha egyedül akarják megoldani, ezt már az ellenfelek is kitapasztalták, kivideózták őket, folyamatosan hárman segítenek rájuk, onnan nekik is nehéz kipasszolni, nem akarják egyelőre. Reméljük a legjobbakat, nem tudok más mondani. Aztán meglátjuk, de így jelenleg nem nagyon sok esélyünk lesz nyerni mérkőzést. De szerintem nagy beszélgetések lesznek, el fogunk csapaton belül is beszélgetni egymással. Eddig is volt, de nem volt elég hatásos, úgy látom. A mérkőzés meg folyt a végén, meg teljesen kicsúszott a kezünkből, pont ezek az okok miatt. Reméljük a legjobbakat. Congratulations for the win. Please share your thoughts about the game. Thank you. It was very important to us to win this game, especially because we won a away game in Oroslin to continue with winnings. And of course it's important because first game at home against ZTE we lost, and we need to defend our home court every time and need to play good here. I think we are very good prepared this game, especially we said that they have five American players, they can run, they can offensive rebound. I think that we do our best to stop these things, and at the end I'm happy that we win the game. Okay, thank you very much. Thank you. Nem tudok nyugodt lenni, először is gratulálok a hazai csapatnak, hisz abszolút megérdemelten nyertek. Azt gondolom, hogy Taki már elmondott előttem olyan dolgokat, amikről az öltözőben is beszéltem. Itt valóban nem fogunk így nyerni, hogyha ezt folytatjuk, ezt a fajta játékstílust. És az a probléma, hogy itt egy-két játékos másnak az egzisztenciájával játszik meg az állásával. Három éve megtettem azt a lehetőséget, hogy segítettem a Sopronnak, hogy lemondtam. Most mondom, hogy nem fog lemondani, nem fog játékos edzőt megölni azzal, hogy így viselkedik. Én csináltam a dolgomat, észre kell venni, mi az, ami rossz, mi az, ami nem. Vállalom a felelősséget, amiért kell, de azért, hogy két mezőnyjátékosunk a legfontosabb poszton 17-ből 13 labdát eladjon, az vérlázító. Mások nem jönnek ritmusban, nem kapják meg a labdát. Az nem elég, hogy edzésen megcsinálja valaki, itt mérkőzésen nem csinálja meg, és nem tanul ebből, és saját statisztikára gyúr, akkor soha nem fogunk nyerni. El kell dönteni, saját statisztikára játszol, vagy arra, hogy a csapat nyerjen. Ezt elmondtam már az öltözőben, nem lesz új senkinek se, de még egyszer mondom, mások hülyesége miatt az ember nem fogja bajni a munkáját. Idegörlő, nem arról van szó, idegörlő, 55-50-ről 18-0-át csinált az a hazai csapat. Meg kell nézni, 19 pontot kaptunk eladott labdák után. Szerintem nagyon egyszerű volt, addig se játszottunk jól, nem volt megfelelő kommunikáció, rossz váltások voltak, vagy nem váltottak, tudtuk, hogy ki a jó dobó, nem csináljuk meg. Nem azt mondom, hogy a mérkőzés egész részében, de főleg itt ebbe a periódusba, amikor elfutott a Kaposvár, én azt gondolom, hogy így nem lehet kosárlabdázni. Tehát ez egy észjáték, hogyha az nem társul, akkor probléma lesz. Nem lehet csak egyéni kvalitásokból megélni. Úgyhogy sokszor beszélgettünk már erről, úgy látom, hogy ez még nem jutott el az egyes embereknek a fejébe. Bízom benne, hogy ezután ez változni fog. Hát nyilván örülünk a győzelemnek, nagyon nehezen indult a szezon. Ez nagyon fontos volt számunkra tényleg, hogy hazai pályán megszerezzük az első győzelmünket. Nyilván itt az utolsó negyedben sima lett tehát nagy lett a különbség, de itt a harmadik negyedben azért tényleg koncentrációba, illetve
illetve azt gondolom, hogy küzdésbe egy kicsit visszavettünk. Talán egy kicsit úgy éreztük, hogy ez meg lesz ez a mérkőzés, és hát ott ugye ez a Sopron ellen azért az mellett, hogy tényleg a kulcsjátékosaik, a betlisztek, de ettől függetlenül képesek extra teljesítményre utána, mint csapatként azt gondolom, hogy védekezésből nagyon könnyű kosarakat dobtunk, illetve jöttek az extra kinti dobások, meg lehet nézni a pontokat, hogy osztott el. Tényleg ilyen szempontból is büszke vagyok a csapatra, nagyon sok assziszt volt, és hát ami a legfontosabb, hogy az utóbbi két mérkőzésen 10 eladott labda alatt maradtunk, ami az első 3 mérkőzésen 20 volt, tehát azért az egy óriási nagy különbség. Gratulálok a csapatnak még egyszer, közönségnek is köszönjük a biztatást, nyilván az elsődleges az, hogy kiszolgáljuk őket ebbe a gyönyörű csarnokba, remélem ez ma sikerült, megyünk tovább.